nem zárják be a Fortunát, ez azt jelenti, kérdezem Baloni Lina ügyvezetőasszonyt, hogy be akarták zárni? Hát végül is nem akarták bezárni, és erről szó sincs, hogy a Fortuna diszkóbát bezárják. Ez a vasárnapi cikk a Blikkben, ami megjelent, ez már egy lefutott dolog, csak szerintem most jutott oda, hogy a újság megírta. Volt ez a, igaz volt ez a téma, valóságos alapja volt. Tényleg volt egy ilyen dolog, hogy a kisebbség feljelentést tett a legelőször a polgármesteri hivatalba. A polgármesteri hivatal az, azt hiszem, hogy végig vizsgálta az egész dolgot, lezárta. Ezzel a kisebbségi vezető, nem tudom, talán a Kis Ferenc nem volt megelégedve, és az ombudsmanhoz fordult. Az ombudsman ez visszaküldte a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez. Igen, már nagyon nehezen tudom visszaemlékezni, mert nem most történt ez az egész dolog, valamikor a nyáron, és illetve május környékén. És a fogyasztóvédelmi felügyelőség vizsgálta le ezt az egész dolgot. Na most tényleg igaz volt az, amit az újság írt, hogy a fiatalok, akikkel bejött a fogyasztóvédelmi felügyelőség, ők magnóval jöttek, ami teljesen szabálytalan volt, és szabálytalan volt a felhasználása is, de én ezzel nem kívántam foglalkozni, illetve úgy gondoltam, hogy jöjjön az intézkedés, illetve szülessen meg a határozat ezzel kapcsolatban, aztán majd reagálok. Ez meg is történt, a fogyasztóvédelmi felügyelőség az hozott egy határozatot, amennyiben nem engedjük be a roma fiatalokat, akkor az üzletet egy hétre bezárják. Na most én ezt a levelet abban a pillanatban reagáltam rá, válaszoltam és lerendezést nyert. Na most nem arról van itt szó, hogy nem engedjük be egyáltalán a roma fiatalokat. Ez egy teljesen téves alapon elindult téma volt, mert én ugyanúgy nem engedek be magyar fiatalokat sem. Hadd erősítsem ezt meg azzal, hogy az én tanult barátaim között, tehát felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégám is volt olyan, akit kitessékeltek, hogy finom legyek innen a Fortuna diszkóból, mert rosszul vitték a zászlót. Ugye nem ők voltak a hibások, hanem valaki be akarta hajtani rajtuk a nem létező számlát, és akkor az ön alkalmazatai megkérték, hogy drága barátaim, ugyan már kint intézzék ezt el, és ne ebben a helységben, itt ide jönnek, szórakozni akarnak. Ők törölmetszett magyar emberek voltak, mondom, felsőfokú végzettséggel. Tehát akkor semmi se számít, ha valaki rendetlen? Hát nem. Nem. Én az üzletnek a színvonalát, és az, hogy itt bent rend legyen, nekem teljesen mindegy, hogy most magyar vagy, főiskolát végzett vagy, okleveles ember vagy, diplomás ember. Én mindenkitől elvárom, hogy a maga az üzlethelyiségnek a színvonalához próbáljon meg alkalmazkodni, tehát viselkedésben. Szerintem ennek ott lehet éppen a magyar, én gondolkodtam ezen, hogy végső fokon, hát a Fortunának szívességet tett ez az újságíró, mert ő fogalmazta meg másoktól szerzett tapasztalat alapján, hogy kérem, ez a környék legjobb diszkója. Tehát nem véletlen, hogy esetlegesen ide mindenki, most idézőjelben mindenkit, mindenki beszeretne jönni. Hát be is engedünk mindenkit, persze, természetesen, aki betartja a mi elvárásainkat. Tehát ez egy nagyon színvonalas diszkó, én ezt már korábban is mondtam, hogy én bármikor felmerem venni a versenyt a megye összes diszkójával, tehát színvonalban maga a belső kialakítása is olyan, a hang és fénytechnika, tehát magának az egésznek az egész üzletnek a menete úgy van kialakítva, hogy egy nagyon színvonal, egy jó színvonalra épült, és én azt szeretném, hogyha a vendégek ezt próbálnák is megérteni, meg próbálnák élvezni ezt a színvonalat, ami nem mindig sikerül az embereknek. Igen, szerintem nem ott van a baj, hogy nincs olyan program, ami miatt nem örülhetnének, nem élvezhetnék ezt, hiszen ha csak közvetlenül visszatekintünk, mondjuk mi január végén beszélgetünk, a közelmúltra, kik mindenkik jártak itt? Már vendégek. Én arra gondolok, hogy közreműködő művészek, csoportok. Hát hirtelen talán sorolni se tudnám, oda kell, hogy nézek. Hát az például az Álmokfutó Kozsó, aki most az éllovas az énekesek között. Aztán volt az UFO, aztán a Remix. Ma este például az Emergency House. Ezt kitüntetésnek hoztam
A szakmunkás képző iskolásoknak lesz a szalagavató bulija, és ugye nálunk ez a bevett szokás, hogy a diákoknak mindig műsort hozok a szalagavatóra, és most éppen ezt a legjobban futó együttest sikerült elkapni, és ők jönnek ma. Tehát ma a belépős, a diszkó péntek van, megfordult egyébként. Most már a péntek a belépős, a szombat a belépő nélküli. Holnap este díjtalan a belépés, ma belépős, pontosan azért, mert ma úgy gondolom, hogy nagyon jó buli lesz. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy mi szülők, nagyszülők úgy vagyunk, hogy nagyon-nagyon féltjük a gyerekeket. Hát féltjük attól, hogy ne részegeskedjen, féltjük attól, hogy ne kutyálkodjon, de bevallom attól is, hogy nehogy valami ajzószernek legyen a rabja, és hogyha ehhez mondjuk egy diszkó hozzárult, akkor féltjük a diszkótól. Hát én még eddig nagyon-nagyon nagy erőfeszítéssel, de még eddig sikerült megvédenem az üzletemet a drogtól, és ezt határozottan ki is merem jelenteni, mert május végén, talán utolsó héten volt nálunk egy óriási nagy razzia. Itt ültem bent az irodába, és hát úgy éjfél körül, 11:30 konkrétan, hallottam, hogy a mikrofont átvette egy idegen hang, és beszólt, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát, és mindenki fáradjon a kijárat felé. Egyet biztos ugye megbumlizhatta ezt, mert hogyha itt körülnézünk az irodájában, akkor nagyon sok elismerő oklevelet látunk, és mindenki tudja, hogy Juliskaként, Bihai Juciként, Balognéként ismeri őt, önt az egész megye, és hát nem titkoltan jó véleménye, tehát azt hiszik az emberek, hogy biztos megmondták, hogy most megyünk ellenőrizni, tehát a gyarmatiakkal jó a kapcsolata, mint mindenki mással, hát így nem volt kunst olyan produkcióval előállni, hogy nincsen bent semmiféle ajzószer. Nem, ez itt, akkor én is megijedtem, mert megmondom őszintén, amikor itt az irodában hallottam ezt a hangot, ezt az idegen hangot, és elég mély hang volt, meg hogy fáradjon mindenki a kijárat felé, meg nyugalmát őrizze meg, én is megijedtem, és mint az őrült rohantam ki az irodából, mert ugye halljuk, hogy a diszkókban elég sok problémák adódnak, hogy egyiket felrobbantják, vagy megfenyegetik, vagy na, szóval... Érti, hogy mi arra... Tehát már erre gondolt, hogy esetleg éppen itt egy terrortámadás. Igen. Pontosan arra gondoltam, hogy itt valami támadás éri az üzletet. És ahogy kimentem, hát láttam, hogy egy csomó fekete kommandós rendőr terítette be az egész diszkónak a táncparketjét. Néztem körül, nem volt közötte ismerős, és oda mentem az egyik úrhoz, és pont kiszúrtam, tehát ennek az ellenőrző csoportnak a vezetője volt, és megkérdeztem tőle, hogy, illetve bemutatkoztam, hogy az üzletvezető vagyok, és meg szeretném kérdezni, hogy most mi történik itt, és ő mondta, hogy őrizzem meg a nyugalmamat, semmi probléma, csak kábítószeres razzia van. Most visszatérve az előbb említette, hogy ugye vannak vetélytársak, mert ez miért ne lennének, a térségben több helyen van diszkó, és mindenki oda szeretné csábítani a fiatalokat. Ilyenkor gondol az ember arra, hogy na most feljelentettek, és most azért jöttek ki hozzánk, és netántán a parancsnok úr is azt mondta, hogy azért jöttek, mert valaki feljelentette a Fortunát, hogy itt van ilyen. Nem, én nem gondoltam rá. Én ezt egy természetes dolognak tartom, mert mivel hogy sajnos, hogy elég sok diszkóban forgalomban van, illetve jelen van a kábítószer, így nekem ez egyáltalán nem volt meglepő, hogy engem is ellenőrizhetnek, mert természetesen nem tudhatják kívülről, hogy most itt van vagy nincs, akkor győződhetnek meg róla csak, hogyha ellenőriznek. Na most ez az ellenőrzés, ez úgy folytatódott le, hogy a fiataloknak mindenkinek kellett kimenni egészen az ajtóig. Az ajtónál egy orvos világította át a fiatalokat lámpával, és a lányokat két nyomozó hölgy, a fiúkat pedig két nyomozó férfi kutatta át a zsebüket, és akinek a pupilláján úgy állapította meg ez az orvos, hogy esetleg fogyaszthatott kábítószert, azt bevitték a rendőrségre. A rendőrségen volt egy másik orvos, aki vizeletből vizsgálta. Konkrétan nem tudom, talán kettő vagy három fiatalnak vettek vizeletet, de ezek is negatív eredménnyel jöttek vissza, mert én később megérdeklődtem.
Aztán amikor az egész terem kiürült, akkor engedték be a kábítószeres kutyát, hát ez 12:30-3 tartott, míg kiürült a terem, mert ugye lassanként tudtak csak... És akkor a kutya a pulton megtalálta azt a kábítószert, amit kegyedékárusítanak. Nem, pontosan. Hát én is arra gondoltam, megmondom őszintén, mert sokszor olvasom az újságban, ugye, amikor azért van, hogy kidobálják a fiatalok a zsebükből, és seprűvel seprik össze a kábítószert, és én is számoltam rá, megmondom őszintén, hogy biztos lesz eldobva, és a kábítószeres kutya a világon mindenhova bebújt, az irodámtól megkezdve a pultig, a színpad alá, és egyetlen egy szál kábítószert nem találtak, se eldobva sehol, és ez engem is meglepett, ugyanakkor nagyon, de nagyon örültem neki, hogy utána hozta is az újság, hogy mert sorozatban mentek ezek a raziák, és nagyon örültem neki, hogy hozta az újság, hogy a megyében az egyetlen tiszta diszkó volt a Fehér Gyarmati Fortuna diszkóban. És én erre nagyon büszke vagyok. Ha áttételesen nézzük, akkor netántán azért tiszta diszkó, mert Kegyedék nem engedik be romákat, és tőlük tiszta? Hát nem, szó sem. Tehát vannak ilyen délerek, akiket én magam is ismerek, és én ezeket nem engedem be. Igaz, hogy már megígérték nekem párszor, hogy felrobbantanak, de én ettől nem ijedek meg nem félek tőle, mert ez a csapat, ez rendőrségnek a szeme előtt van, tehát ők is figyelemmel kísérik, és ha alkalom van rá, biztos, hogy le fognak rájuk csapni, csak még egyszerűen nem jutottak el odáig, hogy konkrétan rajtaütésszerűen elkapják őket az árusítással. Most visszatérve megint a romákra, én úgy hallottam, hogy az elmúlt hét végén egy roma kislány kiküldtek a Fortunából, akkor megint üldözzük a romákat? Nem, személyesen én voltam, aki kiküldtem, mert ahogy kijöttem az irodából, láttam, hogy egy kislány az asztal tetején táncol, és utána végigugrál a boxokon. Aztán, hát persze, én is nagyon allergiás vagyok rá, mert nem hiszem, hogy bárkinek az anyukája ezt otthon megengedné, és én saját gyerekemként tekintek itt minden fiatalt, és vigyázok arra is, hogy viselkedjen, megfigyelmeztetem is, hogyha úgy kijön rá a lépés. Oda mentem a kislányhoz, és akkor láttam, hogy ez egy roma kislány, és megkérdeztem tőle, hogy mondd már kislányom, hogy anyukád is ezt szokta-e otthon megengedni neked, hogy ott táncolsz az asztal tetején, vagy ugrálod végig a széket, vagy az ülő alkalmatosságot, és mondtam neki, hogy akkor most én nagyon szépen megkérlek, hogy menjél ki, és ne látogasd meg még egyszer ezt a diszkont, mert én ezt neked nem engedem meg. De ugyanezt megteszem magyarral is, tehát itt nincs. És azt szeretném még elmondani, hogy nekem van kisebbségi alkalmazottam egy kislány, a kis Havaricsanikó, akit imádok, mint dolgozómat. Talán úgy szeretem, mint saját gyermekemet, mert annyira intelligens, annyira jó szituált, tehát alkalmazottan is van ilyen, sőt, a szomszédaimban is laknak kisebbségiek, akikkel nagyon jó kapcsolatban vagyok. Nem ez a megítélés. Miért célja a Fortunában, hogy kinek milyen a bőre? Nem, viselkedés alapján mérem az embereket, és ha netalántán valaki nem úgy viselkedik, akkor sajnos akár magyar, akár kisebbség, mindenki ki van tiltva. És újságcikk ide, ombudsman oda, aki renitens, azt megkérjük, hogy menjen. Igen. Én az üzletemben rendet akarok tartani, hosszú távra terveztem, ebből élek, és nem engedek belőle.